Sziasztok! 2024. február 18-a van, vasárnap délután, ebéd után vagyunk, és a szép időt látva most is kijöttem egy kis mozgásra. Itt vagyok a Pogányi tónak az északi részénél, és az lesz a terv, hogy elmegyek most arra a Csücsökbe, és a túloldalon meg fogom kerülni a tavat, elirányozok Szökét felé, lesz egy kis patak mellettünk, onnan meg Áta irányába, és akkor vissza majd a betonútra. Remélem nem lesz túl sáros az út, tegnap este volt egy icipici eső, úgyhogy a port is leverte. Hát, menjünk és megnézzük. Szépen kiépült a Pogányi tó, végig kis pavilonok, esőbeállók a horgászoknak, le van pucolva, szépen felégették most a nádast, gondozott terület képe. Vannak mindjárt infótáblák, és kapunk egy nagy térképet. Gémeskút. Milyen szépen megcsinálták. Az idő az elég szép most is, napos, felhős, egy ilyen 12 fok körül van, Molnár pihenő. Itt a kis befolyója a pataknak, és erre kerüljük a tavat tovább. Mutatom ezt az irányt is közben. Véget ért a betonút, és egy darabig nem is találkozunk vele. És megérkeztünk a tónak a túloldalához. Itt már ilyen földúton, félig kavicsos úton folytatjuk a haladást. Természetesen a Montival jöttem, mert ma egy kicsit terepezünk ismét. Ha ilyen marad az út minősége, abszolút nem sáros, egyáltalán nem sáros, akkor azzal meg leszek elégedve. Amúgy meg nem is olyan régen találkoztunk, tegnap előtt, amikor mentem fel a Misinára, február 16-án péntek délután, akkor csináltunk egy kört a földúton, de ahhoz képest újra tudok biciklizni, hál' Istennek a jó időért. Kezdődik egy kis erdei rész, ahogy látom. Ilyen szép a tóvize. Érkezünk is a tó végéhez, a gáthoz. Egész ideig autóval is be lehet jönni. Itt van egy vonal itt a gát előtt. Ezen a vonalon túl tilos a horgászás. És akkor megyünk tovább a Szökédi legelő felé. Az út az elég változatos lesz. Most átment ilyen füves földútba, amíg nincs sár, addig semmi probléma. Ez az útvonal a sárga M betűs jelölést kapta, ugye Mária gyűjt felé vezet, Szökédi legelőn keresztül. Egészen oda fölmegy majd a Szökédi Mária pihenőhöz, ahol már egy korábbi videómban is jártunk. Ez most nagy divat lett, ez a terepen motorozás, ahogy látom. Itt jönnek végig, nyomatják. Jó kis gép. Itt nyomják végig a srácok. És azt nézem, hogy beszántották az utat. Az nekem gond, mert arra kellene mennem tovább. Itt a beszántott földút, itt a Pocsolyánál. És most tolom per pillanat a bringát.
És onnan a magas les után, egy olyan 20 méterre, szerintem már meg lesz a földút. És ez innen már szépen megkerüli a Dagonyát, és a tervezett irányba tudunk haladni. A bringa amúgy nem poros, csak kapott egy kis farat a kereke. Nem vészes, de nem szólom el, ki tudja, mi lesz még előrébb. És ha minden igaz, ott a dombon már látszanak házak, ezek szerintem szökétházai, akkor igen-igen hamar ide is értünk. Ebben a pillanatban érkeztünk meg a szökéd alatti tóhoz. Sajnos egy picit most szembefényes itt a tónál, de mindjárt átfordulok, jobb lesz. És ebből az irányból jöttem, ott parkol a gép. És jó pofák ezek az esőbe állók nádból. Mindjárt mutatok is egyet. Mint Matula bácsi kunyhója. Belül ilyen zsákkal ki is van bélelve. Szóval visszatlan. Nézzétek. Milyen jól érzi itt magát. Sűrűn végig nő a bambusz. Szemben már itt is van a szökédi vasúti híd. Tényleg rövid volt ez a távolság. Kamera bekapcsolása óta jöttem 2,7 kilométert. Én ugye ebből az irányból érkeztem, ott a vasúti híd. Szerintem nekünk ott kell majd áthaladnunk. Ez az út visz föl Szökédre, és ez visszavisz Pogányba, illetve a tó körül megy egy kört. Tudjátok mit? Időmbe belefér. Egy pillanatra átmegyek a tónak a másik oldalára, onnan ideálisabbak lesznek a fényviszonyok. Aztán visszatérek ide és folytatom innen az utat. Itt valami halőrház van. A gát, és az előbb ott voltunk a túloldalnál. És innen vissza is fordulok. Újra visszaértem a patakhoz. És most ott be kéne mennem a vasúti híd alá. Itt már lesznek sárosabb területek. Nem lesz túl egyszerű itt az átkelés. Eléggé felnedvesedett a talajának a tócsák mindenfele. És a pataknak milyen magas a vízszintje, egészen majdnem a fű pereméig ér. Az öntötte el itt ezt az utat szinte. Ez a terület gyakorlatilag itt víz alatt van. Idáig eljutok, akkor már oké lesz minden. Itt mondjuk át lehet jönni így a szélén, de oda bemegy a víz, vagy pedig azt az utat választom, hogy itt középen szépen átbringával. Hídon ugyan túl vagyunk, de itt még van egy kis sár. Még tartogathat meglepetéseket az út. Mint például most itt is. Végig áll a víz, itt a nádasnál így folyik ki. Talán a másik oldal lett volna a szerencsésebb. Lehet, hogy átmegyek oda. Nem akarom elkiabálni, de ezzel talán túljutottam a nehezén. Itt átemeltem, meg középen jöttem, úgyhogy össze sikerült csakkoznom. És remélem most már búcsút mondhatok ezeknek a pocsolyás, ingoványos területeknek. Ez egy ilyen lapályos rész itt végig, zsámbék, nedves terület, nádasos. És mi kimenjünk a szökédi útra. Onnan érkeztem, a vasúti híd alatti mocsarakból. És félreálltam, mutatom a bringát. Nem is olyan vészes, én rosszabbra számítottam. Egy kis sár van a keréken, aztán ennyi. Az autóút, erre van Egerág, itt Szökéd, és akkor itt megyek tovább az Zajban, patak mellett. Ha nem jó, max visszafordulok. Nem szeretném elkiabálni, de eddig jó volt az út minősége, miután kereszteztem az országutat.
maradjon is ez így. Na és akkor itt most merre? Erre kéne lemenni. Illetéktelenek nem belépni tilos. Hurrá! Hát sajnos itt a móka vége, lezárt terület, idegeneknek belépni tilos. Átára szerettem volna eljutni, de ezen a földúton itt a tó mellett már nem fogok. Úgyhogy most az van, hogy hátra arc, visszamegyek abba az irányba, szökédegerági autóúthoz, fölmegyek szökédre, és akkor a Mária pihenőbe szusszanok egyet. Azért mondom, hogy eddig 5,3 kilométert mentünk. Nem nagy táv, de terepes volt. Hát van ez így. Ember tervez, szokták mondani. Ezt nem tudhattam előre. Térképeken nem jelölték, hogy itt egy üzemi terület lesz, vagy magánterület. Abban a hitben voltam, hogy tavak mentén át tudunk menni átára, és onnan majd visszaszökéd. Legalább a fény most velünk van. Optimális a szöge. Na, itt már kint vannak a trakik, dolgoznak. Jaj, de szép lenne ez a terület. Igazi vadregényes. Ott mekkora pontyugrott. És itt a padoknál, asztaloknál visszaértem az autóúthoz. És kanyarodok szökét felé. Ugye innen jöttem a Pogányi tótól, szemből. Közben elhagytam szökédet, és tartok a falu végén lévő Mária pihenőhöz. Itt lesz egy kis evés-ivás, és szó szerint pihenés. Ide tartunk most. Ezt már láthattátok pár videómban, ezt a pihenőhelyet. Az a rándokoknak építették, de bárki használhatja. És itt vagyok. Itt egy esőbeálló, ez kicsit védettebb. És följebb a szokásos helyem. És megérkeztem a zarándok pihenőhöz. Megterítettem, hoztam egy kis almás kalácsot, egy vaníliás italt, és akkor álljunk neki falatozni. Jó étvágyat! Még így eszegetek, közben nézem ezt a csodás tavaszias tájat. Bár egy kicsit jobbról borul, de talán még kitart a napfény. És végeztem is a kajával, és tovább indulunk. Egyelőre még nem visszafele, csak a rendkedvéért elugrok Átához, és majd akkor fordulunk. Jó, meghajtom ezen a szakaszon a gépet. Pörgesse ki a recékből a sarat. 33. Egész jól kiköpte a sarat a sok rece. Megszáradtak és kipotyogtak. Innen a szokásos úton elmegyünk a vasút felé. Azaz jobbra. Fel a járdára. Előtte mutatom ezt a kicsi kis patakocskát.
Itt is egy vasúti átkelő, vasúti híd. Az egyik iránya, és a patak másik iránya. Szép tiszta a vize. Na, lóra! Megnézzük a vasutat. Hát csak úgy ráérünk. 11,5 kilométert mentünk eddig. Legyen mégis csak egy kis táv. Ezt múltkor is mondtam nektek, hogy milyen szép az Átai vasútállomás. Hogy rendben van tartva, gondozott. És akkor fordulunk vissza. Jobbról jöttünk, és itt a ház sarkánál dobunk egy valost föl a dombra. Ez jó kis emelkedő volt. Rövid, de annál meredekebb. Persze a tegnap előtti zengőhöz nem hasonlítható. Ott aztán tényleg az embernek az életéért kellett küzdeni. Na persze, aki a meredekebb utat választja, ugye az ne panaszkodjon. Volt ott lankásabb is. Viszont milyen szép a táj, nézzétek. Ott van a mecsek, Jakab-hegy, ott a zengő, emlegetett szamár. Távolban látszik. És itt szépen váltják egymást a búzaföldek, illetve a szántók. És itt jön a jó kis kanyar. Múltkor itt balra mentem le, és megnézem a jobbost. Egy keskeny ez az út, és elég meredek is. Fakivágások. Beszippantana a lejtő, beszippantana. Elég meredek itt. Itt is a patak fölött megyünk át. Hát jó pofa ez a kis keskeny gyalogút. És hogy nézem, a haranglábnál fogunk kiukadni. Amikor a művelődési háznál jöttünk ki. És itt a harangláb. Megérkeztünk Átára. Juhé! És forduló. Innen jöttünk. Hát jó van, akkor elindulunk vissza Szökhédre. Itt jobbra mentünk le az állomáshoz. Most van 4:30, és még mindig ilyen szépen süt a nap. De lassan már el kell indulnom hazafelé, hiszen hamar leszáll az est. Vissza is értem Szökédre, Mária pihenőbe járatához. Rövidesen jön a falu is. Tényleg milyen szép környezetben fekszik ez a hely. Mögötte erdő, tisztás rét körülötte. És már benn vagyok a faluban, Szökéd házai. Ismerős terület? Innen jöttem balról, Pogányi tó irányából, ugye a vasúti híd alatt ott volt a Dagonya,
Aztán itt a keresztnél, dicsértessék, eljöttem jobbra, azzal a tervvel, hogy majd itt közelítem meg Átát, de belefutottunk egy ilyen üzemi területbe, magánútba. Úgyhogy elmentünk Átán a betonúton, és most haladunk tovább, ez Egerág iránya, felfelé a dombon. Közben még a dombon tolom a bringát, mutatom a kereket, milyen szépen kipörgött belőle a sár. Megszáradt és kipotyogott. És a bicaj sem lett túlzottan koszos. Fel is értünk a dombra. Milyen kellemesen süt a nap. Még gyönyörködhetünk a fényében. És azon gondolkodok, hogy innen már csak autótól forgalmasabb utak lesznek. Meg hát az Újpetrei úton nincs semmi szép, meg látványos. Félre is állok, hogy elbúcsúzzak tőletek. Nem volt egy túl nagy kör, most 18 kilométert mutat az óra. Persze hazáig még lesz nekem. De azért kimozdulásnak megtette. Jó volt egy kis testmozgásnak, friss levegőn lenni, mozogni. Úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Köszi, aki velem tartott, és akkor majd találkozunk legközelebb. Ciao mindenkinek, sziasztok!